az országos tanácskozás résztvevőit a Vértes Agórája színház termében Schmidt Csaba polgármester köszöntötte, és mutatta be neki igazcsak fotók segítségével a várost. A magyar tagjai a házigazda Éltes Mátyás általános iskolában szekcióülésekkel folytatták munkájukat. Az Éltes Mátyás iskolában Tatabányán még soha nem volt gyógypedagógusok konferenciája. 41 éve hagyomány már, hogy minden tanév végén a gyógypedagógusok összegyűlnek egy szakmai konferenciára, ahol a minden tapasztalati munkájukat, minden újabb fejleményeket, elképzeléseket, innovációkat megosztanak egymással, hogy a szakmai kompetenciájukat bővíteni tudják. Hányan jöttek el hozzá? 160 résztvevőt regisztráltunk a mai nap. A Magyarország különböző városaival, különböző gyógypedagógiai intézményeiből vannak jelen. A konferencia programja a mindennapi munkában megjelenő törvények, terápiák és új kihívások, ami most a közoktatás megújuló rendszerét foglalja magában. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete minden évben a tanév bezárását követő hétvégéjén rendezi meg országos konferenciáját, most már 41. alkalommal, és ettől a hagyománytól nem szeretnénk eltérni, még akkor sem, hogyha a klímaváltozás ezt esetleg indokolná, hiszen rendszeresen ebben az időszakban nagyon meleg van. Ennek ellenére ez alatt a 3 nap alatt körülbelül 400 gyógypedagógus kollega jön el az ország különböző pontjáról, hogy az egész éves munkájáról beszámoljon a többieknek, egy kicsit tájékozódjon a szakmai tovább fejlődéssel kapcsolatban, ami rettentően fontos, hiszen a gyógypedagógiai intézmények az ország területén egymástól elszigetelten működnek, és ezt az elszigeteltséget oldja ez az évente egyszeri alkalom, amikor a délelőtti programok mindig szigorú szakmai tartalommal telnek meg, és délután pedig mód nyílik egy kis kötetlen beszélgetésre. Ugye évről évre más-más városokat látogatunk meg, és ezeknek a városoknak a nevezetességeivel, különlegességeivel megismerkedünk. Itt különös szerencsénk volt, hogy az első napon polgármester úr egy megnyitó keretében bemutatta a várost, ami nagyon szép, és megvannak azok a különlegességei, amiket nekünk érdemes megnézni, és nagyon nagy vendégszeretetet tapasztaltunk az itt az iskolában dolgozók részéről is.